Hello fiúk, lányok, elérkeztünk egy újabb videóhoz, és ma pedig Topps Bajnokok Ligája matricás albumot fogjuk befejezni. Na nem azért, mert hogy sikerült kigyűjtenem, hanem úgy éreztem, hogy bőven eleget bontottam már bele. Így is benne van már szerintem bőven több, mint két display az albumban, úgyhogy így búcsúzóul kibontunk 5 csomagot, és akkor átlapozzuk az albumomat, hogy hogy áll, illetve hogyan fogom befejezni. Egy csomagban ugye 8 matrica van, tehát azért ma is megnézünk 40 matricát. Rögtön egy Giroud-dal kezdünk, Super Striker, aztán egy Muha, Éder Militao, ez a Moments That Stick matrica, egy Depay, egy Next Gen Aslani, egy Till, és a végére egy Hatate Impact matrica. Ezekből lehet ugye paralelt is nyitni, illetve számozottat. Úgyhogy menjünk is tovább. Második csomagra. Egy Cristiano Ronaldo legenda. Digitális aláírással még mindig az egyik legjobb matrica dizájn, amit láttam, aztán egy folk, egy legendás pillanat, Riznik a Shakhtárból, Neuer, egy Kai Walker a Manchester Cityből, egy Angelino és egy mega signing Declan Rice a végére. Következő. Egy Super Striker, Furuhashi, Celticből, aztán egy Obispo, egy Saliba, aztán a Union Berlinből egy Next Gen, Aronson, aztán a Zvezdából Kangwa, Callum Wilson, egy legendás pillanat és egy Team of the Season De Bruyne. Utolsó előtti csomag. Egy Super Striker Musa a Benficából, aztán egy Demirbay, egy Carter Vickers, aztán a Portóból Zanussi, aztán a Sevillából Gomez, Pacheco Real Sociedadból egy Impact, González, és a végére egy Super Striker Morata. És akkor nézzük az utolsó csomagot. Egy Kopenhága logó, aztán egy Jello, aztán egy Gornadurát a Salzburgból, egy Rafinha Barcelonából, egy Xavi Simons, egy Bastoni, aztán egy Ugrinic a Young Boysból, és a végére egy Griezmann Impact. Ide. Ezt gyorsan összerendezem, és akkor átlapozzuk az albumot. Itt is vagyok. Kiválogattam, 4 matrica van, ami eddig hiányzott, a többi az ezek. Ez már mind dupla sajnos. De legalább sikerült olyat nyitni, ami eddig nem volt meg. Úgyhogy akkor nézzük is végig az albumot. Az első oldalon a trófea, a Topps logó, aztán a Team of the Season, innen 3 matrica hiányzik. Egyébként egészen jól sikerült összegyűjteni. Milán 2 hiányzóval, aztán az Arsenal, innen csak Saka, a sima base matricája hiányzik. És itt az Atletico Madrid, ide nyitottunk egy Memphis Depayt. És akkor így 3 hiányzó marad ezen az oldalon. Itt az első teljes csapat, a Borussia Dortmund, aztán a Celtic, 2 hiányzóval,
Barcelona, aztán a Bayern München, egy hiányzóval Gnabry, ezeket majd megpróbálom valahogy összecserélgetni. Aztán az Inter, ide nyitottunk, Bastonit, illetve kinyitottuk a másik hiányzót is, úgyhogy ez az interes rész, ez így válik majd teljessé. Bastoni és a Next Gen Aslani. Porto, egy hiányzó, aztán a Salzburg, innen kettő hiányzik, Shakhtar, innen is a lapaljáról van egy hiányzó, a Union Berlin, itt annyi csalás van, hogy a Schaefer-András matricáját kinyitottam, csak az el van téve a saját gyűjteménybe, aztán a Feyenoord, a Zvezda, két hiányzóval, viszont ebből az Ivanics matricából egy ilyen számozott paralell lett beragasztva. Ebből egyébként egészen sok paralell nyitottam, úgyhogy végül ez került bele az albumba, ez egy 299-es darabszámú matrica verzió, úgyhogy ennyi különlegessége van az albumnak. Itt a Manchester City-ben nyitottunk egy Kyle Walkert, és ami amúgy még érdekes, hogy a legtöbb szériából a Manchester City-t a legnehezebb összegyűjteni, főleg a Haaland matricákat, kártyákat. Itt viszont egészen sokat nyitottam belőle a Super Striker Haaland matricából, úgyhogy legalább ennyi pozitívuma volt a bontogatásnak. Aztán jön a Manchester United egy Jadon Sancho hiányzóval, a Newcastle Almiron, akit nem sikerült bontani, aztán a PSG-ből is egy Nuno Mendes hiányzik a sarokból, közben már megadta magát a közepe. A Lipcse, itt Gulácsi Péter matricája hiányzik egyedül, Willy Orbánt azt sikerült bontani, de Gulácsit nem. Aztán egy Lens, itt egészen sok, négy hiányzó is van. Real Madrid kettő hiányzóval, egy Nacho és egy Brahim Diaz. Aztán a Real Sociedad, Sevilla, itt is két hiányzó, Benfica, egy hiányzóval, itt Rafa Silva, Lazio, három matrica is hiányzik innen, ez egészen soknak mondható, úgyhogy egy Immobile, egy Marusic és egy Luis Alberto, a Napoli, két hiányzóval, aztán egy Young Boys, innen is csak egy hiányzik, Kopenhága, Galatasaray, kettő hiányzóval, PSV, Noalang matrica az, ami nincsen meg, aztán az Antwerpen, majd a Braga, és itt elérkeztünk a különleges részhez. Itt ugye a Bajnokok Ligája döntős labdáinak a időrendi felsorolása, vagy matricázása látható. Innen azért már több hiányzik. Tehát 1, 2, 3, 4, 5 innen, és akkor van ennek még egy másik oldala, és még innen is egy, tehát összesen 6 darab labdamatrica hiányzik. Legendás pillanatok. Ez biztosan nagyon jól néz ki, hogyha mind össze van gyűjtve, nekem nem sikerült, mert azért itt-ott egy-egy matrica azért hibázik a teljeshez. És akkor egy mega signing a végére, innen is van egy hiányzom, mégpedig Dembélé, azon kívül össze lett gyűjtve, és a kedvencem a GOAT, és ezeket elméletileg a gyűjtők szavazhatták meg, vagy a közönség, ha mondhatjuk ilyen csúnyán, és az ő szavazatuk által lett összeállítva ez az oldal. Messze ez a kedvenc oldalam az egész albumban. És akkor itt a végére még egy ifjúsági ligás matrica, és ezzel zárul a majdnem, nem is tudom, végül mennyi hét, több mint 700 matricás album. Úgyhogy én idáig jutottam. Szerintem ez ilyen 92-3% körül lehet.
nem számoltam ki pontosan. Ennyi lett volna mára ez a videó, köszönöm, hogyha megnéztétek. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.